Szerény körülmények között készülnek a Makó Budó Klub ökölvívója Pápai Endre iskola tornatermében. Felszerelésük hiányos, edzőtermük nem boxra van kialakítva. Ez az ökölvívás többfajta edzés munkát igényel. Például a kinti futás. Most, ha kimegyek futni, akkor már nem jöhetek be, mert sárt behozom. Mert fel van takarítva, és egyszerűen sarat hagyok magam után, akkor más a következő nap már takarítónők már mondják azt, hogy mi nem figyeltünk oda. Nekünk egy különálló terem kéne, ahol egy winget fel tudnánk állítani, egy ilyen pofonpartit meg tudnánk rendezni, mert ezt meg Baján voltunk ilyen pofonpartin, Pécsen voltunk ilyen, Szegeden voltunk, Vásárhelyen, mindenütt van lehetőség rá, csak itt Makón nincs. Felszerelések, hát elég hiányosak a felszerelések. A saját kis pénzünkből próbáljuk összeszedni a kesztyűket, zsákkesztyű, zsákokat. Meg amit találunk a piacon. Ott szoktam vásárolni, 200-300-500 forintért kapok ilyen használt kesztyűket, azokat szoktam így bedobni a közösbe. Mert nincs lehetőség egyszerűen az ökölvívás, pénz kérdésére. Kisebb-nagyobb versenyeken vettünk részt. Sóstó kupán voltunk tavaly előtt, arra volt egy kis pénz, mert mondhatjuk nevet az, hogy a gépgyár adott 100 000 forintot, és azt költöttük felszerelésre, és el tudtunk menni egy-két versenyre. Nagyon jó eredményeket értünk el. Kóti László az országos bajnoktól kapott ki, második lett. Előtte egy gyereket megvert, simán, és a második fordulóban az országos bajnoktól kapott ki. Vannak itt versenyzők, csak nem motiváltak. Nem motiválja őket semmi, mert az, hogy lejár edzésre, vagy eljár versenyre, ütteti magát, ez itt nem motiválja. Voltak olyan tehetséges gyerekek, mint a Ferkovics Richard, aki 17 éves és 86 kiló volt. 86 kiló. És nagyon jó képességű versenyző volt. És ő is ez miatt abba kellett, hogy hagyja. Mert azon utána, hogyha ő végez az iskolába, nem tud elhelyezkedni sehova sem. A box miatt. Azt inkább akkor az iskolát választotta. Az is országos bajnokot megvert. Igaz, a magyar bajnokra már nem tudtunk elmenni, már nem volt annyi pénz, hogy sikerüljön ezt megcsinálni. És most itt van rengeteg kicsi, azért ez azért örömteli lehet. Most ezek a kicsikben bízok, hogy sokat foglalkozok vele, mert őnek így beteszek még egy edzést szombat délelőtre, hogy erősítés, hogy motiváljam őket a sok edzéssel. A többi gyerek azok készen, itt van Köröm Erik, ez nagyon ügyes, ez is már is a harmadik éve jár. Most voltunk a magyar bajnokságon, az első fordulóban kifogta a magyar bajnokot, azt már az első meredben fel kellett, hogy adjuk neki a meccset. Vásárhelyen voltunk most. És akkor az edzés, hogyan néz ki egy boxedzés? Egy boxedzés, egy kemény bemelegítés, és akkor utána sparringolás, zsákolás, közös gyakorlatok, ilyen technikai elemek. Legtöbben a zsákhoz erőnlétre megyünk rá. Akkor technikai edzések is vannak, olyan, hogy ketten összeállnak és próbálnak ütés skálákat egymáson bemutatni. Meg ilyen dukingolás, ami hozzátartozik egy ökölvíváshoz. Az ütés skálákat bemutatni nekik. Mert jönnek ezek a kicsik, ezekkel sokat kell foglalkozni, hogy megmaradjon bennük az, hogy amit gyakorolnak. Na most elmutatom neki azt, hogy most ezt csinálj egy felütést, bemutatom neki egyszer-kétszer, százszor meg kell mutatni, hogy az ember aztán, hogy tökéletesen ki tudja kivitelezni tudja ezt az ütést. És hogy egyébként itt van ilyen rengeteg fiatal, az mit jelent, hogy ilyen korán már el kell kezdeni az ökölvívást? Hát az ökölvívást 6-7-8 éves korukban el kell kezdeni, mert 12 után mehetnek, 13 éves korukban mehetnek versenyre. Akik nem kezdik el 6 éves korukban, vagy 7, azok le vannak maradva. Le vannak maradva, mert a 13 éves már csinálja 3 évvel ezelőtt. Aki 13 éves korában kezdi,
Mondom, az le van maradva 3 évet. Az csak a verést kapja. Azért, hogy 6 éves korában, 7 éves korában elmegy, hogy 13 éves korára egy érett versenyző legyen belőle. Mert végig kell járni a szamár létrát, hogy egy magyar bajnokságra följusson valaki. Mert az 6-8 év egy az ökölvívásnak, mire tényleg tökéletesen tud, meg tudja magát védeni, védekezni tud, ütni tud, fel tudja venni a harcot. Arról mesélj még néhány szót, hogy hogyan lehet csatlakozni ide az ökölvívókhoz. És kiknek? Az ökölvívókhoz kedden és csütörtökön délután 6 órakor van edzés. Egy héten, hát most már 3-szor, mert szombat délelőtt van erősítő edzés. Maximum 18 éves korig jelentkezhetnek, aztán már nem tudok velük foglalkozni, aztán már hobbiból üzhetik ezt a sportágat.